Sziasztok, Peti vagyok. Valaki ismer, valaki azt hiszi, hogy ismer, és valaki nem ismer. Itt dolgozom a templomban, segítek inkább így fogalmaznék. Húzamosabb ideje. Itt is lakom. Ma én fogom tartani a bevezetőt, és igazából egy picit így előre meg is beszéltük, miről fog beszélni. De természetesen nem arról fogok. <laughs> arról fogok, ami a szívemben van, és úgy érzem, hogy esetleg fontos számomra, és lehet, hogy ez titeket is fog egy picit segíteni. És egy történettel kezdeném, ami nem éppen vidám, de lehet vidám lesz a végére. A Mester Haldoklik, és a tanítványok mondják neki, hogy Mester, hát meg fogsz halni, rendezünk neked egy pompás temetést, és mondja, hogy ah, vigyetek ki engem, csak az erdőbe rakjatok ki valahol, a hullámot fordítsátok az ég felé, hadd nézzem a csillagokat. Szóval, de mester, az, hogy hát szét fognak tépni a vadállatok, meg, meg fognak enni a kukacok. Azt ah, mondja, hát adjatok egy botot a kezembe, azt elhajtom őket. Azt mondja, de hát halott leszel, azt mondja, akkor nem, mindegy. Úgyhogy igazából ez a halállal kapcsolatos, Gondoltatok-e néha a halálra, vagy maga a halál mit jelent még az élet során, hogy élek, de tudom-e egyáltalán, hogy mit jelent az, hogy halál? Erre egy gondolat jut az eszembe, nem tőlem származik, mindegy, hogy kitől, minden nap haj meg a tegnapnak. Még rémel is le, végén még költő lesz belőlem. Um, minden nap haj meg a tegnapnak. Egy kicsit gondolkozzatok el ezen, csak egy fél percet, hogy mit, mit jelent ez számotokra, hogy minden nap haj meg a tegnapnak. A igazán profik szerintem minden pillanatnak meg tudnak halni, de mi maradjunk a tegnapnál. Érdemese a holnapon idegeskedni, gondolkodni, izgulni, mi lesz holnap, mi fog velem történni? Érdemese a tegnapon rágódni? Hogy élitek ezt ti, meg? a mindennapi életbe? Mennyi vágyakozás van bennetek? Mennyi akarás van bennetek? Mit akartok, mit szeretnétek elérni? És ha valójában eléritek ezt, akkor boldogok lesztek tőle? A boldogsággal fog eltölteni? Vagy az egyik nap boldogok a másik nap nem? Hullámzik, ingadozik ide-oda. Először a halállal akkor találkoztam, amikor édesapám meghalt. Fél éven keresztül kísértem őt ezen az úton, ami valahol nagyon szomorú is volt, de, de egy nagyon szép időszak is volt az életemben, mert olyan dolgokról beszéltünk, amiről előtte nem. Mind a ketten tudtuk, hogy véget fog érni egyszer. Én azért jobban bíztam benne, hogy túl fog élni, de sajnos nem így sikerült. Ő feladta a harcot, és olyan dolgokról is kérdeztem, amiről előtte nem. És ez nagyon jó volt, mert én nagyon úgy éreztem, hogy őszintén valaszolt, és édesanyámnak nem sok mindent nem mondtam el ebből a beszélgetésből, valószínűleg nem is fogok, mert ez, ez, két férfi között hangzott el ez a beszélgetés, kórházba, kórházon kívül, kórházba utazva, kórházból jövet hazafelé, nem nem volt a legjobb apa, de számomra nagyon jó apa volt, és nagyon szerettem. Uh, sok mindent nem úgy csinálta, hogy lehet, hogy én, én csináltam volna, mint szülő, de mivel még nem volt gyerekem, így nem tudom megmondani, hogy nem, ugyanazok lesznek a reakcióim, de remélhetőleg nem. Nagyon <laughs> sok helyzetben. Uh, nem volt sokat otthon. nem Igazából nem, nem ismertük egymást, de nagyon szerettük egymást. Ezt, ezt, ezt éreztem rajta, hogy nagyon szeretett, és én is őt. Nagyon nagy szabadságot adott, amit nagyon szerettem benne, és uh, mikor ezek az utolsó hónapok következtek, akkor, akkor, mindig kérdeztem, hogy sőt, az elején, mikor megtudta, hogy milyen beteg, akkor azt mondta, hogy ő nem akart tovább élni. És mondom neki, apu, ez oké, okay, de hát mondom, én még talán bele is egyeznék, de mondom a többiek. <laughs> ez most picit ilyen tragikomikus ez a dolog, de, de ugye bár nem, nem, úgy akartam hozzáállni, hogy most én ott fogok sírni, meg minden, nem akartam még jobban ebbe a sajnálatba taszítani őt, hogy, hogy végleg adja fel, hanem egy kicsit úgy álltam hozzá, hogy jó, oké, okay, akkor most nézzünk rá, és végén arra jutottunk, hogy akkor fél évet még adjon esélyt, hogy mi mint család bizonyítsuk. <coughs> Valahogy jött ez a gondolat, mondtam neki, hogy hát ad nekünk fél évet, hogy mint család bebizonyítsuk, hogy mégis érdemes élni. És akkor mondta, hogy jó van. Édesanyám természetesen már össze volt örül, amikor azt mondta, hogy, hogy ő nem akar. Ez egy nagyon érdekes tapasztalat volt. Ez, itt, itt is egy picit láttam a halált egy ember szemébe, és nem közeli ember szemébe. És ez mindünkre vár, ez a dolog. És igazából erről nem is szeretnék többet mondani, volt volt sok könyv, meg volt sok, sok mosoly is, meg sok öröm is. Uh, amikor igazából meghalt, akkor bánat, bánatos is voltam, meg nem is, mindegy, hogy hogyan vagy miképpen. De hallás is voltam alól, hogy igazából meg a bátyámnak nem volt esélye megbeszélni vele mindent, ő ezt az egész helyzetet nem így látta. Nem nem volt hibás, nem volt semmi gond vele, csak egyszerűen ő neki nem volt, és én hallás voltam, azért jól tudtam vele beszélni a dolgokra, mire nem. És ez a haj meg a tegnapnak életed során, miért ne? Mi, mi húz oda vissza? Vagy miért kéne emlékezned? Most jó, hogy oda a kenyeredet és oda égeted, mondjuk az én esetemben arra emlékezz, hogy oda tetted, de, de, igazából nem, nem kell magaddal cipelni, minek? Ugyanúgy Cipeled a sok fájdalmat éveken keresztül, mert a szomszéd megbántott 56 évvel ezelőtt, de én még mindig arra emlékszek, és azt már elfelejtem, hogy még az én ajtóm előtt is összesöpört, mikor söpört éppen, az nem érdekes, de 56 évvel ezelőtt azt mondta, hogy marha vagyok, és akkor engem ez még mindig bánt. És nem, nem biztos, hogy ezt kéne hordoznunk hangunkba. Minden ember követel hibát, ezt, ezt nyilván tudjuk. Nem, nem mindegy, hogy miért, nem mindegy, hogy ki ellen, nem mindegy, hogy hogyan, ez, ez így van. Uh, valahol egyszerű, de, ne, de nem is egyszerű, mert a zene ugye bár egyszerű, de <laughs> elengednünk valamit nagyon nem egyszerű, úgy érezzük. Uh, igazából mi döntünk róla, hogy, hogy uh, elengedjük, uh, esetleg szembenézünk ezekkel a dolgokkal, konfliktusokkal, belső konfliktusokkal, problémákkal, vagy a szőnyeg alá söpörjük és szenvedünk tovább. Egy nagyon fontos tanítás, amit Sunimtól kaptam, és ezt lehet, hogy egy, egyik bevezetőben már mondtam, az, hogy soha állt fel, és legyen egy irány oda már mész. Na most nekem van kettő is már, előtte nem volt nagyon sokáig, már lassan 40 éves de, de, soha nem, de most van. Hallá az égnek, is köszönöm. És ezt a tanítást, hogy soha állt fel, és menj. E, van, amikor nehéz, de ez tényleg így van. Nem vesztesz, csak akkor a feladod. Ha nem adod fel, akkor eleve nem vesztesz. Van az a helyzet, amit, amit nem tudsz megoldani, a felső se adod, de ha mindent megtettél, akkor is nyugodt lélekkel tudsz este lefeküdni. Én nem mindig tudok azzal, de igyekszem most már, hogy jól legyen minden. Úgyhogy bármi is van. Gondoljunk csak bele, hogy mennyit szenvedünk, mennyi fájdalmunk van. Van, akinek máma azt mondta orvos, hogy holnap, holnap után, vagy akár három nap múlva ennyi volt az élet. Mi még mindig élünk, mindig lélegzünk. Azt mondják, hogy amíg van két kezed, két lábad, addig tudsz menni és tudod csinálni a dolgod. Hogy lusta vagy, én nagyon sokszor az voltam, lehet, hogy még vagyok is, az nem máson múlik. Ez rajtad múlik. Mindent, bármit az életbe, ha megnézel egy embert, bármit az életbe el tudsz érni, úgy, mint Edison villankörtét feltalalta. Ezerszer mellé fogott, és akkor a újságíró megkérdezte, hogy hát nem bánatos az véget, hogy ezerszer mellé fog. és azt mondta, hogy nem, mert ezer módját megtaláltam, hogy ne csináljam ez mind rajtunk múlik, hogy hogy állunk igazából egy, egy problémához, konfliktushoz, és uh, igazából aki fél a haláltól, az, az fél az élettől is. És ezt is nagyon szépen ez a közösség megtanította nekem, hogyha hogy igazából nem félsz az élet, és vallod az életet, akkor nem félsz a haláltól sem, mert, mert éled, egészen éled az életed, vagy hogy fogalmazzak, hogy, hogy beleteszel mindent, és akkor nincs mitől félned. lesz, ami lesz, jön, ami jön. Ugye bár a Bibliából idézve, hogy hogy törődj a mával, mert holnapnak ma megvan a maga baja, hát akkor a mai napot oldjuk meg, és akkor majd a holnapi gondoskodik magáról. Ez, ez szerintem éppen elég mindegyikünknek leülni a mai napot 7 órán keresztül. Hát én még sajnos nem tudtam 7 órán keresztül, de nem mondom, hogy ez a templom hibája, ez enyém. De de még nem tudtam 7 órát egy nap ülni, de szerintem sokszor úgy vattok ti ezzel, hogy ezt a 7 órát is elég egy nap leülni, és nem a kell azon gondolkozni, hogy holnap majd milyen lesz ez a 7 óra. Úgyhogy hogy talán ez, ezt, ezt a halál, halál dolgot szerettem volna egy kicsit így megbeszélni veletek az én tapasztalataimat, és hogy valójában milyen kevés időnk van, és hogy ezt lehet örömteljen is élni, és lehet, hogy nem a mi gondunk a legnagyobb a világon, amit én tanultam, mert tényleg vannak emberek, akik sokkal többet szenvednek, lehet, hogy testileg, lehet, hogy éppen kórházban vannak most valahol, és lehet, hogy ezt a is embereknek, ahol én jártam ponal intenzíven, meg... Ha hát tegyenek egy kört ott, ha van rá a lehetőségük, sétálnak egyet egy ilyen kórházba, idős emberekkel beszélgessenek, vagy nézzék meg azt, vagy kérdezzék egy picit meg őket, hogy, hogy mindent elejértek, vagy boldogok-e voltak az életben, vagy éppen az a, akár egy Maserati, vagy Ferrari, vagy egy e, emeletes családi ház megadta azt az örömet, amit, amit kerestek az életbe. Ezek szerintem ilyen apróságok, de, de egy kicsit tudják, motiválni motivál az hogy a 90 es hogy a hát fiam, volt ez a nő, de nem mertem oda menni, mert a kávézóban mosolygott is, aranyos is volt, lehet, hogy boldogok lettünk volna, de én nem mertem oda lépni. Példa. Nem mertem erre az állásra pályázni, mert éppen féltem. Nem mertem kiülni a kamera elé, mert éppen féltem. Pedig lát, hogy egy emberen ötvenből segítettem volna. Úgyhogy ezek nagyon érdekes dolgok. És mondok még egy történetet, mert tudom, hogy szeretitek a meséket. Volt egy kisfiú, és elment sétálni az erdőbe, és volt ott egy krokodil, amelyik be volt akadva egy hallóba, és mondta a kisfiúnak, hogy kisfiat szabadítsak, és mert be vagyok ragadva, hogy segíts rajtam, és mondja, hogy nem, nem segítek, mert el fogsz ragadni, hogyha segítek rá. Nem, nem foglak elragadni, hogy segíts, kélek rajtam. És kisfiú ugye valóna ment segíteni, és a krokodil elragadta, és mondja neki, hogy, hogy, hogy pedig én segítenek, és mondja a krokodil, hogy igen, de vannak kicsinyeim, és meg kell őket etetnem. Sajnos ez az életrendje. És kisfiú ugyebár ezt nem akart elfogadni, és mondja, hogy jó krokodil, azt mondja, még nekem egy esélyt, megkérdezzünk mást is, hogy ez valójában így van. És akkor arra ment, arra repült egy madár, és akkor mondja, hogy kérdezzük meg a madarat, és mondja a kisfiú, hogy madár, hát elragadott a krokodil, és mondja, hogy meg fog enni. Ez az életrendje, és mondja neki a madár, hogy figyelj, ma repültem a fészkemhez, ahol a kicsinyeim voltak, éppen egy kígyó mászott fel, és megette az összeset, és végig kellett néznem. Igen, ez az életrendje. És mondja a kisfiú a krokodilnak, hogy kérdezzünk hogy még, még valakit, kérlek, adj még esélyt, és akkor arra megy az őzike, és akkor mondja, hogy őzik hát a krokodil föl fog falni, és azt mondja, hogy ez az életrendje, ez valójában így van, és akkor mondja az őzike, hogy szaladtam a kicsinyemmel a mezőn, és éppen arra járt egy vadász és lelőtte, igen, ez az életrendje. Hát mindenképpen vergődött a kisfiú, nem akarta elfogadni, és azt mondja, hogy még egy valakit, és mondja neki a krokodil, jó, még egy valakit kérdez meg, de utána elviszlek, hogy jó. És akkor arra ment a nyuszi, és akkor ugyanezt a kérdést feltette a nyuszinak, hogy hát, hogy ez az élet rendje, és akkor a nyuszi közben oda neki, hogy figyelj egy pillanatban, amikor a krokodil nem figyel, azt mondja, szabadulj ki és szaladj. És akkor a nyuszi eltelelte a krokodil figyelmét, a kisfiú kiszabadult és elszaladt. De viszont a krokodil nem tudott tovább menni, mert még mindig egy picit be volt akadva a hálóba, és így ott ragadt. A kisfiú elment a faluba, elhozta a falu falusiakat, baltákkal mindennel, hogy szétszedjék a krokodilt. De egy figyelmetlen pillanatban a kisfiú kutyája elkezdett szaladni, és elkezdte kergetni a nyulat. Mire utóérte a kutyát, kutya, a kutya elragadta a nyulat, és eltörte a nyakát, és a nyúl meghalt. Mert ez az életrendje. Evel csak azt akarom mondani, hogy valójában, ahogy mi mondjuk, az univerzum vélemény független. Ugyanúgy az állatvilág vélemény független. Tudunk egy picit jobb világot teremteni. Az nélkül véleményt alkossunk bármiről is. Vannak dolgok, amit el kell fogadni. Tamir Massas mesternek feltettem egy kérdést, ami engem nagyon foglalkoztatott egyébként, mikor ment voltam Kuanon, és azt kérdeztem tőle, hogy mi az ő tapasztalata. Mondom, Tamir, ha olyan dolgok történnek velünk az életbe, amit, amit valójában valahogy nem tudtunk befolyásolni, ez nagyon extrém példát mondtam, ez jutott az eszembe, hogy bemegy valaki egy bevásárlóközpontba, központba, és elkezd lődözni emberekre, és úgy, hogy nem ismeri azokat az embereket. És mondtam neki, hogy hogy, hogy keveredek én oda, például én hogy keverednék oda, hogy ő rám lő, de én nem bántottam őt soha. Hogy történhet ez meg az életbe karmikusan, vagy hogy lehet ez a... És azt mondta, hogy sok mindent I ilyet, ilyet ő nem, nem ele elemzett magába, vagy nem, nem tudja az a lényeg, hogy a pillanatban maradjunk, segítsünk másoknak, és ezáltal lehet, hogy jobban jobba valljunk, és saját magunkon is tudunk segíteni. Úgyhogy nem tudom, mennyire segített ez nektek. Lassan kifottam a történetekből, de megígérem, hogy a legközelebb itt fogok ülni, akkor hozok újakat is, ha esetleg tetszettek, vagy inkább így mondanám, segítettek nektek. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és további szép estét kívánok nektek. Köszönöm szépen.